Köszöntöm Önöket, ez az Aktuális. A középosztály forradalma címmel jelent meg dr. György László kormánybiztos új könyve. Erről beszélgetünk mai adásunkban a szerzővel. Köszöntöm a stúdióban. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok. Hát egy második könyvről beszélünk, ugye, ha egy kicsit vissza, és most puskáznom kell, 2017-ben jelent meg az Egyensúlyteremtés, gazdaságpolitika missziója címmel. Ahhoz képest a középosztály forradalma nekem laikusként, mint címadás, hát egyrészt, ha az osztályról és osztályharcról beszélünk, akkor lehet, hogy egészen más konnotáció jut az ember eszébe, de hát nem erről van szó nyilvánvalóan, hanem a meritokrácia a kulcsfogalma ennek a kiadványnak, és akkor talán induljunk is innen, mi volt az alapgondolata ennek a kötetnek. Ami pedig nem más, mint az érdem szerint szerveződő társadalom, merit, azaz érdemet jelenti, tett teljesítmény érdem, meritum, a latin eredetű szó, a krácia, az pedig kratosz, a görög uralom szóból ered, a demokrácia, a népuralma, ugye a meritokrácia, az pedig ez érdem szerint szerveződő társadalom. És azt mutatom be a könyvemben, hogy a középosztály forradalma az lényegében az egyensúlyteremtés révén jön létre. Ez egy olyan forradalom, amely halkszavú, és ha úgy tetszik, akkor a normalitás forradalma. Arra törekszünk Magyarországon, hogy kiszélesítsük azt a réteget, amelyet Arisztotelész úgy definiált, hogy az a társadalmi réteg, a középosztály, amely valamit fölépített az életében. Ezért van veszíteni valója, és ezért van felelősségtudata, és a saját életét és a közösségének az életét meghatározó döntéseket ezen felelősség tudatában hozza meg. Ezért törekszünk a középosztály kiszélesítésére, mert hogy ez a jól működő demokráciák alapja. Ugyanis az a középosztálybeli, akinek megvan az egzisztenciája ahhoz, hogy magabíró legyen, Arisztotelész után most Széchenyi Istvánra hivatkozhatunk. Széchenyi István mondta azt, hogy a 19. századi Magyarországot a magabíró magyarokra kell építeni, akinek van elég vagyona ahhoz, van saját önálló lakása a mai 21. századi definíciónkkal, a mi definíciónk szerint van igénye a kulturális és szellemi fejlődésre, őrájuk lehet építeni egy magabíró, szuverén országot, amely a saját érdekei és értékerendje szerint tudja meghozni a jövőjét érintő döntéseket. Na ezért fontos a középosztály, ezért beszélünk mi Magyarországon, vagy én a könyvemben a középosztály forradalmáról. Fontos állítása a könyvnek, hogy a globalizmus, a globalizáció tulajdonképpen lerombolta a középosztályt, és hát ez egy újjáépítendő osztály volt itt Magyarországon is. Hadd kérdezzek egy olyat, hogy a globalizmussal ugye a lokalizmus szokták szembeállítani, de hát ezzel együtt megjelent a hibrid fogalom, hogy lokalizmus. Foglalkozik-e ezzel a kötet? Ezzel így kimondottan nem, és annyiban pontosítanám az állítását, hogy a könyv azt mondja, hogy a nyugati középosztályok sorvadtak el a globalizáció hatására, és Magyarország is a nyugati civilizációhoz tartozik, és a számok alapján itt is az történt, hogy 1988 és 2008 között, ahogy Kelet- és Közép-Európában mindenhol, a középosztályok sorvadásnak indultak. Ez a folyamat előbb kezdődött a fejlett nyugaton, amikor elkezdték a 70-es, 80-as évektől kezdődően kiszervezni a termelést. Például gondoljon a detroiti rozsdővezetre, ahol ott dolgoztak a Ford gyári munkások, Chrysler gyári munkások, és az ő tevékenységüket kiszervezték Dél-Kelet-Ázsia országaiba. Nekik meg nem biztosítottak más lehetőséget, vagy nem olyan méretekben, amennyi képes lett volna a teljes középosztály szélére sodródó réteget magába felszívni. Tehát igen, van ez a lassan közhelyé váló mondás, hogy think global, act local, gondolkodj globálisan, empatikusan gondolj mindenkire és cselekedj helyben, de az elsődleges felelőssége mindenkinek az, főleg a demokratikus rendszereinkben, de megválasztott kormánynak, hogy azokat képviselje, akik őt megválasztották. És Magyarországon nekünk a középosztályok sorvadására sikerült egy nemzetállami választ adni, és tulajdonképpen a könyvemtől éppen ezért nem is a magyar verzióját, hanem majd az angol verziójától várok sokat, hogy sok jóra hangolt ember, vagy legalább néhány olyan jóra hangolt ember el fogja olvasni ezt a nyugati világban, aki a politikája részévé teszi. Mert hogy ez egy valós, megvalósított, nem csak megvalósítható, hanem megvalósított válasz
középosztályok sorvadására, mert hogy Magyarországon 2011 és 21 között 10 év alatt több mint másfélszeresére bővült a középosztály, 2 millióan kerültek föl az alsó rétegekből a középosztályba. Beszélünk majd részletekbe menő és a következő percekben, de engedjen meg itt egy kérdést. Talán nem élik egy könyvajánló közben egy másik könyvet behozni, de nekem fejben valahogy összekapcsolódott Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai főtanácsadójának a Konnektivitás magyar stratégiája címe jelent meg nemrégiben könyve. A huszárvágás, igen. A huszárvágás, igen, ez volt a fő cím. A konnektivitás fogalmai és itt a meritokrácia az milyen módon összekapcsolódik egyáltalán, és ha igen, akkor hogyan kapcsolódik össze? Nem közvetlenül, de összekapcsolódik. A magyar gazdaság stratégiában összekapcsolódik, amelynek az a célja, hogy a középosztályt megerősítsük, és így hatással legyünk a jól lét fenntartható növekedésére. Ez a két dolog, amivel a könyv foglalkozik. De ott kapcsolódik össze, hogy ahhoz, hogy a középosztályt megerősítsük, a mai világunkban, amikor a globalizálódás helyett egyre inkább blokkosodni látszik a világ, és egy új vasfüggöny látszik leereszkedni, sajnos mi a korábbi vasfüggönynek a legnyugatibb részeként a legnyugatibb porfészke voltunk ennek a világnak, és hogyha leereszkedik a vasfüggöny, akkor meg a legkeletibb porfészke leszünk, és mi ebben nem vagyunk érdekeltek. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ahogyan a Bloomberg magazin is fogalmaz, ez a világ egyik legrangosabb gazdasági online folyóirata, napilapja, portálja, hogy vannak úgynevezett konnektorállamok, így nevezi azokat az államokat, ilyennek tartja Marokkót, Mexikót, Vietnámot. Magyarországról szemérmesen megfeledkezik, de mi is ilyenek vagyunk, ahol a nyugati és a keleti high-tech találkozni tud. Mi már most ilyenek vagyunk, gondoljon csak arra, hogy itt van a 3 legnagyobb prémium német automárka, Kínán és Németországon kívül csak Magyarországon van itt. Itt lesz a BYD, bejelentette a gyártó kapacitásának a megépítését. Itt vannak azok a zöld energiatárolására alkalmas high-tech rendszereket gyártó cégek. Ez már nem ilyen savalapú akkumulátorok, de magyar nevükön akkumulátorgyártó cégek, amelyek a zöld átálláshoz és az elektromobilitáshoz nélkülözhetetlenek. Tehát itt találkozik a keleti és a nyugati high-tech, ez a konnektivitás stratégiájának az eredménye, és ennek a mi életünkre, a családjaink, a magyar családok életére pedig az a hatása, hogyha ők itt vannak, ők ablakot jelentenek számukra a világra, hatalmas export versenyképességgel, hogyha ők termelnek, akkor azzal a torta szeletünket tudjuk növelni a világban, és az egyetemeinket ezen stratégia mellék ágaként, ha úgy tetszik, megemeltük azzal, hogy 2022-től kezdődően megdupláztuk az egyetemeink költségvetését. Tettük mindezt azért, hogy az egyetemekre azt a feladatot bízzuk, azon kívül, hogy bölcs embereket, vagy jól képzett embereket képeznek. Kiművelt emberfőket képeznek, nagyon köszönöm. Azzal is megbíztuk őket, hogy kössék össze az innovatív, magyar, kreatív embereket és vállalkozásokat az itt ebben települő és a világra ablakot jelentő multicégekkel. És ezért ma Magyarországon, az egész Európai Unióban a legmagasabb GDP arányosan az az összeg, amit felsőoktatásra elköltünk. Tehát a konnektivitás stratégiája az arra a kontextusra egy nagyon hathatós válasz, hogy a világ blokkosodik, és mi szeretnénk, ahogy Orbán Balázs fogalmaz, kulcskő lenni, keystone. Azt mondja, hogy a boltívnek a középső köve az a kulcskő, amelyet ha kiúzunk, akkor összeomlik a rendszer, ha bent marad, akkor pedig össze tudja tartani. Vagy ha a Bloomberg-et kérdezik, akkor konnektorok szeretnénk lenni ebben a világban. Mert nagyon érdekes, hogy a konnektor államok egyébként a nyertesei egyelőre ennek a blokkosodásnak. Vietnámnak annyival nőtt GDP arányosan az importja Kínából, amennyivel az exportja nőtt az Egyesült Államokban. Tehát Amerikának a legfontosabb kérdése az az, hogy feltartóztassa azokat az államokat, vagy azokat a csoportokat, szövetségeket, amelyek veszélyt jelentenek a hegemóniájára. De egy lokális, vagy helybéli, regionális hatalom, középhatalom az számára nem jelent veszélyt. Tehát Amerikának a fontos az az, hogy Kínát feltartóztassa, de hogyha eközben Vietnám följön, az nem akkora probléma számára. Említette azt a 2011-2021 közötti bő 10 éves időszakot, amely alatt ugye Magyarországon elindultak
azok a folyamatok, amelyek a középosztály újbóli megteremtésének, vagy megteremtését célozták. Ön szerint hol nyílt korábban leginkább az olló? Tehát hol lehetett arról beszélni, hogy rendkívül nagy különbségek voltak osztály és osztály között? Mire gondol pontosan a kérdésével? Itt ugye több fogalom is szerepel a könyvben. Egyrészt ugye demográfiai krízis, másrészt identitásválság, az egy külön beszélgetés megérne egyébként, egymás iránti bizalomnak az eltűnése. Itt ezek talán elsőre politikai fogalmaknak tűnnek a nézők számára is, de hát nyilván nem csak erről van szó, ennél sokkal hétköznapi adott esetben húsba vágó kérdésekről. Ha az identitás kérdés, talán akkor térjünk rá arra, mit ért ön ez alatt? Évek, akkor alkalmazkodom, tehát van egy értékrendbeli váltás. Először pont a gazdasági vetületéről akartam beszélni, de akkor beszéljünk az értékrendbeli kérdésről, és utána pedig beszéljünk a gazdasági vetületéről, ami miatt az olló szétnyílt, és a középosztályok sorvadásnak indultak a fejlett nyugaton. Akkor beszéljünk akkor az identitás kérdésről. Európát Max Weber és Schumpeter szerint is, és nagyon sokan hivatkoznak rájuk, ők a 20. század legnagyobb szociológusai, közgazdászai voltak, az a kálvinista protestáns etika tette naggyá, amely a puritánságot hirdette, az egyszerűséget hirdette, a megtakarító szellemnek ágyazott meg, mert azt mondta, hogy a megtakarításból lesz majd a beruházás. És azt az értékrendet tartotta alapjának, amely fontosnak tartotta azt, hogy széles rétegeket tanítson. Ezért Európa megtanult szervezetten dolgozni. Majd ez a fajta puritánság veszélyt jelentett már a fejlődés során meggazdagodó polgárságnak a szabadságára, ők meg megkövetelték maguknak a szabadságot. Tehát sikerült széles néprétegeket tanítatni, és közben pedig sikerült kivívni a városi polgárságnak a szabadságát, és ezzel a kreativitásnak és az innovációnak sikerült teret engedni, az individuumnak sikerült teret engedni. Ez a modernkori kapitalizmus bölcsője, és ez szerencsére azért kiegészül a más keresztény valláson belül más felekezeteknek a kevésbé szigorú, tehát megengedőbb kultúrájával, a katolicizmus pompájával, ha úgy tetszik, és a magasztosságával, a nagyravágyásával, ha szabad ezt így megfogalmazni, és ezt nem veszi senki pejoratívnak vagy sértésnek, ég felé törekvésével. És ebből az elegyből lett Európa fejlett, ebből nőtt ki az a vállalkozó szellem, aki értéknek teremti, ha másnak tekinti, ha másnak munkát adhat, ha munkát teremthet, értéknek tekinti, hogy hozzájárulhat a térsége felvirágoztatásához, és ezt másolják Dél-Kelet-Ázsiában is a sikeres országok. Amerikát is ezt tette nagyjá, sőt, még hozzátették azt az innovációt, hogy Thomas Jefferson szerint az amerikai állam lényege az az, hogy ha valaki szorgalmas és tehetséges, akkor szorgalmánál és tehetségénél fogva, törekvésénél és tehetségénél fogva egyről a kettőre tud jutni, és leginkább folytonos jövedelemmel tudja az életminőségét javítani. És bár nagyon hosszasan válaszolok, de remélem, hogy követhető a válaszom, ott került Európa identitás válságba, hogy elfordult ezektől az értékeitől, amelyek nagyját tették. És ha megnézzük például, a könyvben foglalkozik Dánia és a Svédország különböző egymásról eltérő bevándorlási politikájával. A II. Világháború után a dán bevándorlás politika meritokratikus, a svéd nem. Dániában csak az lehet dán állampolgár, akinek teljes állású munkahelye van, és magáévá teszi a dán kultúra alapértékeit. Hát igen, de mondjuk megőrizheti a vallását, megőrizheti a nemzeti identitását, de megérti és tiszteli a helyi szabályokat, az alaptörvényt, alkotmányt, megérti az ottani embereknek, közösségeknek a működését. Tehát valamennyire tényleg illeszkedik. Részlegesen hasonló akkor nyelvtani fogalomban, hogyha megengedik. Igen. És ez a fajta kulturális homogenitás tette sikeressé Szingapúrt is, meg teszi az egyik legsikeresebbé Dániát is a nyugati világban, ami nem jelent faji, etnikai, vallási azonosulást, de mégis azt mondja, hogy
van a munkának, a tudásnak tisztelete, becsülete, vannak olyan közösen vallott alapértékek, amelyeket mindannyian értéknek tekintünk. Branko Milanović, szerb származású és az Egyesült Államokban, New Yorkban kutató és tanító professzor mondta azt, hogy a jóléti rendszerek olyan, mint Dániáé meg Svédországé, csak akkor tudnak fennmaradni, ha megvalósul a kulturális homogenitás. Ami azt jelenti, hogy Svédországban nagyvonalú munkanélküliségi segély van, magas munkanélküliségi segélyt fizetnek is hosszasan. De a svédek az elmúlt 70 évben, második világháború óta, amióta ez a rendszer, ez a szociáldemokrácia nevű rendszer működik náluk, nem éltek vissza ezzel a lehetőséggel. Azonnal igyekeztek vissza a munkaerőpiacra, nem használták ki a szociális ellátórendszer teljes spektrumát. Abban a pillanatban, hogy mert szégyen lett volna, és úgy érezték volna, hogy visszaélnek a közösség jó indulatával. Onnantól kezdve, hogy megjelennek olyanok, akik nem így gondolkodnak, onnantól kezdve a jóléti állam elkezd repedezni. Na, ez az identitásválság az, ami miatt Európában és az Egyesült Államokban a középosztályok sorvadásnak indultak. És van egy gazdasági oka is ennek, az pedig az, hogy a szabad tőkeáramlással és a szabad kereskedelemmel egyébként Európa és Kelet- és Közép-Európa is ipari értelemben, termelési értelemben elkezdett kiürülni. A tőke oda áramlott, ahol olcsóbb munkaerőt talált, ez főleg Dél-Kelet-Ázsia, és ott emelkedtek föl a középosztályok, itt meg sorvadásnak indultak. Ennek a folyamatnak a legnagyobb nyerteségeként a globális tőkés csoportok, a második legnagyobb nyertesei Dél-Kelet-Ázsia középosztályai, és a legnagyobb vesztesei azok pedig a fejlett nyugati államoknak az alsó középosztályai, és Kelet- és Közép-Európa törzs középosztálya. Bibó Istvánnak a Közép-Európai Kisállamok Nyomorúsága címe jutott eszembe erről. Nyilván ő másról beszélt a világháború árnyékában, de valahogy az jutott eszembe, mintha innen valóban az a előbb említett kiművelt emberfők, az a réteg, akikről itt a kötetben is szó van, eltűntek volna. Egy záró kérdést engedjen meg, nagyon sokat tudnánk még beszélni a kötetről. Mit tart a kötet fővállalásának? Nyilván nem csak egy leíró kötetről van szó, hanem egy célkitűzés is, legalábbis gondolom annak a folyamatnak a megismertetése is. Egyrészt a kötetnek a küldetése, hogy ezt jobban átlássuk mi, mint olvasók, laikusok, ha úgy tetszik. De van esetleg olyan ötletadó, programadó gondolat, amely tovább viszi azt a fajta fejlődést, amit a kötet leír? Igen. Ha röviden össze szeretném foglalni a könyvnek az üzenetét, akkor az az, hogy a középosztály forradalma és az egyensúlyteremtésről szól. Az, ami a nyugati világban történt, hogy a gazdagok gazdagabbak lettek, a szegények pedig szegényebbek, vagy az alsó 50%-nak a jövedelmi helyzete jótennyit sem javult, az egy extrém szélsőséges, hiperglobalizációs folyamatnak az eredménye. Erre nem jó válasz az, amit az amerikai progresszív közgazdászok mondanak, hogy akkor vegyük el a gazdagoktól és adjuk oda a szegényeknek, mert az nagyon hasonlít a kommunizmusra, mi pedig éltünk kommunizmusban, és ez a rendszer még rosszabb volt annál is, mint amit most a progresszív közgazdászok Amerikában kritizálnak. Mi azt mondjuk, hogy vegyük el azoktól, akik úgynevezett járadékvadászok a közgazdasági terminus szerint, tehát azért keresnek több, nem azért keresnek többet, mert valamilyen valós igényt elégítenek ki, amiért mi sorban állunk, mert annyira fontosnak tartjuk, hanem azért, mert megváltoztak a piaci szerkezetek. Például az orosz-ukrán háború hatására az olajtársaságok 2022-ben és 2023-ban soha nem látott magas nyereséget értek el, aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy ők valamit elkezdtek egyik napról a másikra jobban csinálni. Ezért mi azt mondjuk, hogy a járadékvadászoktól csoportosítsunk át, és ne a szegényeknek, hanem a dolgozó, gyermeket nevelő és vállalkozó családoknak erősítsük meg őket, és ezzel egyébként, és ez a könyvben benne van, szépen le van vezetve, a szegényekért is a legtöbbet tesszük, mert hogy Magyarországon csökkent a leggyorsabb ütemben a szegények aránya az egész Európai Unióban 2014 és 2021 között. És a másik fontos üzenet, és ezt engedje meg, hogy még elmondjam, ha erre van időnk, hogy ha egy ilyen magabíró középosztályt építünk, amelynek van felelősségtudata, akkor azzal a demokráciákban egy olyan versenyt inspirálunk, ahol a politikai csoportoknak kutya kötelességük lesz, csak akkor tudják megnyerni a választást,
hogyha olyan politikákat hoznak, amely a jól lét fenntartható növelését szolgálják. És bemutatom az utolsó fejezetében a könyvnek, hogy hogyan tudjuk a jól létet és annak fenntartható növekedését mérni, és kijön, hogy van összefüggés, a végeredmény az az, hogy van összefüggés a középosztályok szélesedése, megerősítése és a jól lét fenntartható növekedése között. Köszönöm szépen a beszélgetést és az összefoglalót, meghozta a kedvet az olvasásról. Köszönöm, hogy a vendégem volt. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt az Aktuális. Kísérjék figyelemmel televíziós műsorainkat, és olvassanak minket a behir.hu-n. Viszontlátásra!